Iráni katonai célpontokra mért légicsapást Izrael megtorlásul az október 7-e óta tartó támadásokért. Az országot ért károkról nincs pontos információ, de az iráni állami média robbanások hangjáról számolt be Teherán környékéről. Az iráni állami televízió később azonosította, hogy a robbanások egy része légvédelmi rendszerekből származik. Izraeli tisztségviselők azt állítják, hogy az Iránra mért csapások nem nukleáris vagy olajipari létesítményeket céloztak. A hadsereg később ennek az ellenkezőjét jelentette be. Irán az elmúlt hónapokban két ballisztikus rakétatámadást indított Izrael ellen. Az elemzők szerint ezzel a válaszcsapással Izrael egy közel-keleti regionális háború kitörését kockáztatja. Jelenleg a zsidó állam szárazföldi offenzívát folytat a gázai övezetben és inváziót a szomszédos Libanonban, ahol Teherán által felfegyverzett és támogatott fegyvereseket is támad.